Abban az időben Pilátus magára hívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya. Jézus így válaszolt, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte, hát zsidó vagyok én, saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél? Akkor Jézus így szólt, az én országom nem ebből a világból való. Ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte, tehát király vagy? Jézus így felelt, te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Krisztus király ünnepem számomra arról szól, hogy lehet tanúságtételt tenni most is a világban, lehet tanúságot tenni az igazságról itt és most. Ez nem csak valami régi időnek a kelléke. Az oltárunk előtt, a díszítésben, ott van egy korona. Valahogy azt jelzim, hogy ez az igazság, amit egészen próbálunk középpontba állítani, ez, ami megkoronázza Jézust. Ez igazán, ami egészen különlegessé teszi. Persze nehéz a mai világban királyról beszélni. Van benne valami, ami elavultnak tűnik, régiesnek tűnik. Számomra valahogy mégis egészen más ennek a szónak a jelentése. Akik ismerik Budapesten, a belvárosban, a régi piarista gimnázium mellett a Krisztus király kápolnát, azok tudják, hogy a egészen kis kápolnában milyen sok minden csodálatos, életerős közösség született ott akkor a rendszerváltás előtt és után. Szemra az volt az a hely, amely otthont adott, amely a hivatásomat megteremtette, ahol meg tudtam tapasztalni, hogy lehet találkozni Jézussal, és lehet erről beszélni egyetemistákkal, saját korombeliekkel. Krisztus király egy egész konkrét hely, tapasztalat Jézussal való találkozásnak a lehetőségét teszi számomra most is igazán. Persze, erről szólnak igazán a Dániel könyvében az emberfia megdicsőlése, a jelenések szövegéből, hogy mindenkinek felismerhető lesz, elfogadható lesz az az Úr, aki szabadulást hoz, aki meg tudja a világot újítani. Ez a fajta megdicsőlés, ez a fajta tapasztalat élesen szembeáll azonban azzal, amit itt most a pilátusi történetben, az evangéliumban olvasunk, az elhagyott, a megvert, a hatalmasok elé hurcolt Jézus, nem ez a dicsőséges. Nem látszik rajta a király, nem látszik rajta a hatalomnak semmifajta jele. Pilátus, aki elé vezetik a meggyötört Jézust, a hatalmas, a kor nagy birodalmának a helyi letéteményese, és a találkozik személyesen Jézussal. És érdekes ebben a történetben, hogy állandóan kérdéseket tesz föl Pilátus képeit, tulajdonképpen a kérdőjel. Keresi a fogást Jézuson, keresi azt, hogy ki ez az ember. Valamilyen szinten kétségbe esett kérdések ezek. Nem érti, de érzi, hogy valami nagyobbal, valami teljesebbel áll szembe. És talán érzi azt is, hogy ő maga nem szabad. A státusza, épp a hatalma miatt lesz mások elvárásának a rabja. Valamilyen szinten ő sodródik. Nincs igazán meg egy olyan lelki emberi mélysége, amely tovább tudja őt vinni. Ő kapott hatalmat, de ő látszik, hogy nem tud vele élni, nem tudja jóra használni. Jézus kérdése, hogy magadtól mondod-e azt, hogy király vagyok, tulajdonképpen azt teszi neki föl kérdésként, hogy
Vagy te magad hiszed-e? Érdekes, hogy ez a találkozás az egészen másképpen is történhetett volna. Pilátus megtérhetett volna. Pilátusnak a kérdései elvezethették volna őt magát oda, hogy tudjon hinni. De nem. Pilátus nem tud kitérni a földi értelembe vett hatalomban való gondolkozásból. Ő az, aki ennek hatalomnak a megtartása, biztosítása érdekében kerüli a konfliktust. Ha látja is, nem mer elköteleződni az érzett igazság mellett. Ő inkább vállalja a megnyugtató hazugságot. Ezzel szemben áll Jézus, aki újra és újra azt próbálja megértetni a hatalmas uralkodóval, a birodalomnak a helytartójával, hogy más az ő országa, más az ő hatalma, és más az ő igazsága. Ő úgy akar tanulságot tenni az igazságról, hogy szabadulást ad a szegényeknek. Jézus Krisztus itt, Isten megtestesült országa, aki maga egyszerűen a személyével döntésre hív. A kép, amit választottam, annak a képét mutatja, hogy a két bejárat, két bolt lenne az utcán, egyikhez nem áll sorba senki, a másiknál tolonganak az emberek. Hát csak a feliratot. Az egyik ajtó, az egyik bolt, ahol sokan állnak sorba, az a megnyugtató hazugság feliratot viseli. Ez Pilátusnak a boltja. Ez az, ahol ő bevásárolt. Elfogadja azt a hazugságot, amit ő is érez, mert úgy érzi, hogy most megnyugtatja. Itt most rövid távon a hazugság valahogy rendezi ott azt a bizonytalanságot, ami ott van benne és körülötte a városban. És ezzel szemben Jézus a másik utat jelzi, az igazságot, akkor is, hogyha az kényelmetlen, ha az nehéz, ha az fájdalmas, ha az terhekkel való. A megnyugtató hazugság és a kényelmetlen igazság áll szembe itt. Két világ ütközik, akkor is és ma is. Az erőszakos, a világi hatalom, a kisajátító, az elnyomó, a mindent le taszít maga elől, és az igazságos, a békés, a szolidáris, az emberséget kereső. Megnyugtató hazugság és kényelmetlen igazság. Valahogy úgy, ahogy a mai korunkban, posztmodern világban igazán már nem is beszélhetünk igazságról, nagybetűs igazságról, egyes számba, egyetemesen, véglegesen, hanem csak kis íbetűs igazságokról, igazságocskákról, ami most érvényes, de már holnap nem, ami nekem érvényes, de neked nem, és ugye ez nem is baj. Jézus igazsága nagybetűs. Jézus igazsága az, amit ő megtapasztal az atyával való kapcsolatából, ezt teszi őt királyá. Ezt teszi urává ennek a helyzetnek, és a mi életünknek is, hogyha hallgatunk Jézus szavára. Az igazságból való az, aki követi a királyt. És ez a követés, ez valami olyan, ami most kell eldöntenem, de mégis ez egész életen áttartó útról szól. Ez nem egy egyszeri, hanem egy dinamikus, egy folyamatos útról szól. A kérdés az, hogy itt, akik itt vagyunk, mit választunk? Vagy te mit választasz? Ott, a passióban megtapasztalt árulás és elutasítás ellenére is, remélsz te Jézus Krisztus királyságának megvalósulásában. Reménykedsz-e, bízol-e, hiszel-e be az igazságban és a békében? Vagy pedig te is rabja vagy félelmeidnek, elvárásaidnak. Talán a házi feladat ezen az ünnepen és advent előtti utolsó héten annak a kérdése lehet, hogy megnézed magadban, hol vagy szabad,
Hol tudsz elköteleződni szabadon? Hol kaptál olyan talentumot, erőt, hatalmat, amivel lehetne jobban gazdálkodnod? Épp annak a tudatában, hogy majd el kell számolni Krisztus király előtt. Végül is, hogy mit választasz? A megnyugtató hazugságot, vagy a néha kényelmetlen, kemény igazságot?